Daki Hegy Rádió helyben vagyunk, szép napot kívánok a hallgatóknak, és szép napot kívánok vendégemnek is, Tani Krisztián személyedzőnek. Szia Krisztián! Szia Szandi, üdvözlöm a hallgatókat! Krisztián pedig azért látogatott el hozzánk, hogy meséljen egy kicsit arról az akcióról, aminek az a neve, hogy Tekerje munkába Sziget-Szent Miklós. Ezt a Bringáz Sziget-Szent Miklós szervezi. Mesélj kérlek arról, hogy miért tartottad fontosnak, hogy csatlakozz ehhez az akciójához is a Bringáz Sziget-Szent Miklósnak, mert hogy egy akcióban már találkozhattak veled a hallgatók, illetve az autósok is. Most már nektek is köszönhetően mindenki tudja, hogy mivel foglalkozom. Én a sporttal foglalkozom, egészséges életmóddal, úgyhogy úgy gondolom, hogy nekem kötelességem volt ehhez a kampányhoz csatlakozni. Mit kell tudni erről a kampányról? Azt előjáróban, hogy március 31-e péntek a napja, amikor van ez a verseny tulajdonképpen, mert hogy nyeremény is van. De mi a nyeremény, és mit kell ehhez tenni, hogy azt a nyereményt elvihessék? Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit, hogy buzdítsuk az embereket az egészséges életmódra, bringázzanak egy napon a munkahelyükre. Mégpedig nyereményt is adunk. A Bringáz Sziget-Szent Miklós Facebook oldalán Messengeren be kell fotózni egy fotót, hogy biciklivel érkeztek a munkahelyükre. A nyeremény pedig lesz a Sziget-Szent Miklósi Squash Sziget Fitness Centerben egy hónapos kondibérlet és személyedzés velem. Egyébként ezt én is szívesen megnyerném, lehet, hogy én is pályázok, de nem, természetesen tudom, hogy én nem nyerhetek, viszont azt is tudjuk, Krisztián, hogy te nagyon szeretsz két kerékre pattanni, miért ennyire szenvedélyed ez? Valójában meg sem tudom neked ezt magyarázni, de imádok biciklizni, rengeteget bringázok a tó körül, ahol lakom Délegyházán a gyerekeimmel, egyedül barátokkal, úgyhogy erről a hobbimról nem is igazándiból szeretnék lemondani. Hát akkor én mindenkinek ezt ajánlom, hogy kövessék Krisztiánt is ebben a hobbiban, és legalább március 31-én akkor pattanjanak két kerékre, készítsenek egy fotót, küldjék el, ahogy megérkeznek biciklivel a munkahelyükre, a Bringáz Sziget-Szent Miklós Facebook oldalára a Messengeren, és hát aztán pedig várják a sorsolást, mert hogy Cani Krisztián hoz lehet majd edzésre menni teljesen ingyen. Köszönöm szépen, Krisztián, és akkor további jó munkát ezzel a projekttel kapcsolatban. Én is köszönöm szépen.